Sziasztok, ez itt újra a Demon's Crest. Következhet az ötödik pálya, ami egyfajta akropolisznak néz ki. Mondjuk érdekes, hogy a város legfelső pontjaként is el van árasztva, de hát nem volt jó ötlet a hegyek közé egy ilyen medencébe építeni a várost. Hát igen, ez egy félig vizes pálya, már most látszik. És azonnal szobor rongálással kezdhetünk. Ilyen ez a játék. Jó, mondjuk ezek ilyen gonosz, kaszás, démonfődök szobrok. Szóval lehet, hogy annyian nem fogják ezeket hiányolni. Jaj, de sokat sebződök. És hogyha nem szállunk el gyorsan ezek mellett, a kis sárkányok mellett, akkor megláthatjuk a támadásaikat, így felnyílnak a bordáik és kiömlenek belőle a belsőségeik. És így támadnak minket. Én amellett érvelnék, hogy ez nem a legjobb módszer az ellenfél támadására, de hát ők tudják. Kicsit a painkilleres zombikra emlékeztetnek a várospályáról. Na majd azt a játékot is egyszer ki kéne már vinni. Belekezdtem, csak problémák voltak egy kicsit a felvétellel. Majd idén bepótolom. Szuper, kaptunk egy kis élesztőt. Én már előre tudtam, hogy itt van egy ilyen levágás, amin vissza is eshetünk a pálya előző részére. De levágásokat nem szívesen használok, mert a végén még kifelejtek ilyen jó dolgokat, mint ez az életnövelő. Át lehet ugrani pont át lehet ugrani ilyen alakban. Szuper. Ezt csak így poénból ki akartam próbálni. Oh, hello. Szépen áttörte a plafont ez az úriember. Jaj, tesseldi kell. Na, hol maradsz? Ja, hogy itt bemajszolja ezeket a csontvázokat. Csontmaradványokat. Jaj, de aranyos. Azokat is. Nem, azok a háttérben vannak. Nagyon aranyos házi állat lehet. Eléggé metál, szóval nem ajánlott mindenféle embernek. Nagyon specifikus ízlés szükséges hozzá. Bár elég hamar megnő nagyra, szóval ez a baj a házi állatokkal. Egyik pillanatban még ilyen kis cukik, aztán meg háromszor akkorára megnőnek. Agresszívebbek is lesznek. Meg gondolom, ezt így fény meg víz se érheti, meg éjfél után nem szabad etetni, biztos van vele ilyen néhány hülye szabály. És ez a boss iszonyat unalmas. Szóval emlékszek, hogy ez több percig is eltart, hogyha ilyen sorrendben viszitek a játékpályáit. És csak akkor lehet sebezni, amikor kinyitja a szemét. Szóval egy kicsit komplikált a dolog. És nem akarja kinyitni a szemét. Csak mászkál jobbra-balra. Ennyire azért nem mászkál jár jobbra. Jó. Hát háromfajta támadása van. Megüti a földet, akkor esik le a sok kő a plafonról.
és még valamilyen módon így újra is tudja használni azokat a csontvázakat, amiket az előbb megevett. Ránk küldi őket. Van, amelyiket csak ránk dobja. Vannak, amik így elkezdenek repülni. És nem igazán tudom megmondani, hogy mennyi ideig sebezhetetlen. Mármint, hogy mennyire éri meg spamelni a támadásainkat. Hoppá. Rossz helyen kezdtem el lebegni. És nagyon vörösödik már szeme. Gondolom két szeme van. Perspektíva alapján, bár ki tudja. Mennyit sebződök, hogyha most eltalál? Inkább élesztek egyet. Bár most már közel vagyok a végéhez. Az is egy dobbantás lesz. És nem is kellett volna éleszteni. Szuper. És ha jól tudom, akkor a képernyő jobb szélére nem érkeznek kövek a plafonról. Szóval, hogyha látjátok, hogy úgy támad, akkor csak hátráljatok jobbra, és ennyi ez a boss. Nem volt olyan hosszú, mint amennyire emlékeztem. De azért egy kicsit unalmas tud lenni, mert van, amikor nem is támad, nem is nyitja ki a szemét. Szóval egy kicsit olyan időhúzásnak érezni néha. Megtaláltad a víz címerét. Ezzel átváltozhatsz a T vízköpővé. És úszkálhatsz az óceánok mélyén. Szóval végre van egy olyan formánk, amivel tudunk a víz alatt úszni. Most látogassuk meg újra azokat a helyszíneket, ahol volt víz. Jöhet először például a város. Ja, egyébként itt is átváltozhatunk már. Bár szárazföldön nagyon gyengék vagyunk. Wow, te tudsz úszni? Vannak, akik azt mondják, hogy kincsek vannak a tenger alatt. Talán te megtalálod őket. Vagy azokat. Várjunk csak, akarok én ide jönni. Nem új talizmánt egyelőre nem találtam. Én élesztő italt akarok most venni. Arra lesz nagy szükségem. Mégpedig... Hát szerintem továbbra is elég ez a kis élesztés. Flee from a battle. Jaj, nem. Nem akartam. Jó, már nem is volt helyem igazából. Ez micsoda? Oké, akkor, hogyha minden igaz, akkor... ha megszerzem ezen a részen azt, amit akartam, akkor utána kiléphetek a pályáról ezzel. És most próbáljuk ki, hogy... milyen ez a... halember, rutyutyu. Szóval vízben... látni is, hogy teljesen más a támadása. Be is robban kicsit. Egyik legerősebb támadás az egész játékban. Ezeket a halembereket is egy lövéssel kiszedi. És íme.
azonnal szerzünk is egy üvegcsét. Már megérte nézelődni. És egyébként... valaki mennyire le mesterlövészkedett engem föntről. Na de azt akarom magyarázni, hogy alapból így lehet úszni, mint a Mario-ban. Viszont, hogyha megnyomjátok azt a gombot, ami minden vízköpőnek előhozza a különleges képességét, akkor egyenesen is lehet úszni. Eléggé hasznos. És még lesz itt valami, ugye? Vannak itt még vizes helyek. Arra voltam az előbb. És igen, láthatatlan fal. Ahol megszerezzük a... Zahandó talizmánt. Fel tudok itt jönni? Igen. És meg is nézem, hogy kiléphetek-e a pályáról. Igen, na legalább ezt az animációt is látjátok. Ki kellett volna próbálnom a többi varázslatot is, bár... varázslatot és bájtalt, de az a baj, hogy tényleg nem segítenek sokat. Szóval igen, ez egy kis időt mentett most nekünk. Nem kellett elfutnom a pálya legvégére újra. Na mondjad, mi ez? Ez a talizmán a kéz. Ez megengedi, hogy gyorsabban használd a mágiádat? Még gondolkozok, hogy ez mit jelenthet. Ó, nem akartam veled beszélni. Addig vissza is jövök és... vásárlok még jó dolgokat. Mágiát. Varázslatokat meg mindent azt... azonnal... elhasználod, amint megnyomod a gombot. Nem ezt akartam venni. Lenne pénzem Ginzengre, de hát... szerintem még... elég a gyógynövény. Várjunk csak, azt hiszem tudom. Szóval most visszaveszem az egyik másik talizmánt. És egyszerre ezekkel a karakterekkel csak egyet tudunk lőni, ugye? Aha. És hogyha kéz talizmánt vesszük fel, akkor egyszerre két támadásunk lehet a képernyőn. Ezzel pedig alapból két támadás volt. Így meg három lehet, ha jól látom. Igen. Hát, hogyha nincsenek sebezhetetlenségi frémjei egy-egy bossnak, akkor ez hasznos lehet. Na. Ennyi volt szerintem a város. Találtunk egy üvegcsét, egy talizmánt. És az erdőben is elég sok volt a víz. Szóval ide is vissza kell jönni. Kell nekem a kéz? Hát... szerintem... nem. Majd a végén nehéz lesz a játék, de... ez most még nem az a pillanat. Na, ott van az a hely, amit először kihagytam. Múltkor jobbra haladtam. Most jöjjünk ide. Hoppá.
féle tengeri rózsák. Érdekes, hogy azokat a támadásaikat egy idő után lehet platformként használni. Bár csak pár másodpercig. És én megpróbálom ezt a részt az alapformámmal kivinni. Oké. Ajaj. Még éppen, hogy csak kaptam levegőt. Szuper. Csak hogy bemutassam, hogy akár ezt a játék korábbi részeiben is kivihetitek. Nem kell megvárni, hogy... T-Gargoyle az mi is? Tidal Gargoyle, aha. Szóval áropály, vízköpő. Szereztünk egy... pergament. Remek, továbbra sem fogjuk azokat használni semmire. Jaj, át tudok jönni itt? Jó, hát hogyha víz alatt vagytok, akkor egyébként az ugrásgombot kell spamelni, hogy körülbelül a felszínén maradhassatok. És ezen a részen is át lehet szállni. Nem kell ide Tidal Gargoyle. Igen, szóval, hogyha a fejetek még kint van a vízből, akkor nem sebződtök. És erre lesz a pálya vége. Én azonban még itt körbenézek. Nem azért várakoztam ezzel a pálya résszel, mert nem lehetne kivinni. Inkább csak azért, mert 100%-ra nem lehet neki vinni. És így legalább nem kell egyszer se újra játszanom. És itt vannak olyan blokkok, amiket csak ezzel a formával tudunk széttörni. És ezzel jöhetünk át ide. Kapunk egy jó kis élettöltőt. Ez meg az a rész, ahol az első alkalommal egyszerűen csak átrepültünk. Szóval nem tudom, hogy emlékeztek-e ezekre a platformokra, amikre egyszer nem ugrottam rá. Annyi volt az egész, hogy itt felugrottam és átrepültem az összesen. És ilyen tüskés vasgolyókat lőnek ezek a platformok egyébként, de ez... egyáltalán nem megható, mert hogyha az alap szárnyas formátokban vagytok, akkor átrepülhettek felettük. A Tidal Gargoyle-nal pedig átúszhattok alattuk, szóval egyik játékmódban sem muszáj, hogy zavarjanak titeket különösebben. Ó, és... aha, azért csak van még itt víz. Azt hittem már, hogy eltűnt teljesen. Tudjátok mit? Jön egy boss, fölveszem a kész talizmád. Nagyon furcsa rovarképződmény ez. És az érdekessége, hogy a villogás alapján láthatjátok, hogy a testét és a fejét külön lehet sebezni. És azon múlik, hogy a bossnak milyen lesz a második formája. Hogy először melyik testrészével végeztek. Egyik támadás, hogy a fejét rátok dobja, ilyenkor azonnal ugrani kell, hogy a
testét át tudjátok ugrani. Ami rögtön szalad is utána. Tudjátok, mint bemutatom mindkét támadását. Vagy hoppá! Hát ez... erről ennyit. Oké, mindkét támadását csak úgy mutathattam volna be, hogyha... hogyha egyszer direkt elrontom ezt a boss-t és a checkpointnál respawnolok és újra belekezdek. Hát így nem láthatjátok az összes támadását. Egyébként a feje is tud még mást is csinálni ezen kívül. Van egy olyan, ahol nem csak így rátok ugrik egyszer, hanem össze-vissza elkezd pattogni. Hogyha pedig a fejét szeditek ki először, akkor ugyanúgy tud ugrani még, illetve elkezd nagyon gyorsan szaladni, amit néha szinte lehetetlen kikerülni, hogyha már a képernyő szélén vagytok. Na de, ez a pálya is akkor már megvan teljesen. Mi van még hátra? Ó, hát igen. Menjünk vissza az ötödik pályára, ott is volt elég sok víz. Vissza a koronatalizmánt. És akár mehetek a vízben is. Nézzük, hogy van-e itt valami. Valami érdekes. Jó, titkos hely nincs. Nem viszi túlzásba a játék egyébként a láthatatlan falakat. Vagy láthatatlan ajtókat inkább, úgy lehetne mondani. Csak egyszer-kétszer van ilyen a játékban. És hogyha nem akarjátok 100%-ra kivinni, akkor nem is muszáj ezekkel törődni. Itt is van egy bejárat. Tetszik a háttér. Rengeteg a sárkány egyébként ebben a játékban. Mármint... nem ellenfélként, hanem így szobrok is vannak róluk. Az erdő vizes részén is egy csomó sárkány csontvázat láttunk. Itt jöhetünk jobbra, de akár fölfele is. És itt már voltunk. Én ennek ellenére eljövök ide még egyszer. De vajon miért? Emlékeztek, hogy hogy találkoztunk azzal a bosszal? Volt egy elég epikus belépője neki. Átrepülök az egészen. Azért adják ezeket a formákat, nem? Aha. Látjátok, hogy átesett ezen a plafonod. És az a plafon továbbra is hiányzik onnan. Egy életnövelőt találhatunk itt. Az hogy nem sebzett? Olyan volt, mintha teljesen a láncsák élére estem volna. Nem, erre akarok jönni. Először leesek. Ha arra mentem volna, akkor abba maradt volna a pálya. Na igen, ez is ötletes, hogy a boss belépője után már arra fele is haladhattok tovább. Igen, erre volt a víz. És nem ebben a formámban kéne víz alatt lenni. Ezeket a tengeri rózsaszerűségeket csak azért szedem ki, hogy hát ha adnak valamit.
menjünk először. Általában az a rész, a bónusz rész, ami ijesztőbbnek tűnik, szóval jöjjünk erre. Ha meg nem, akkor gyorsan visszahaladhatunk. Igen, ez volt a bónusz rész. Egymás után kapjuk ezen a pályán az élesztőket. Három pont hiány, már maximum vagyunk életügyileg. Na, azt megpróbálom felszedni. Ha jól emlékszem, azok a nagy érmék 20-at jelentenek. Kérdezhetitek, hogy hát vajon miért gyűjtögetem itt a pénzt, hogyha ilyen viszonylag jól megy a játék, nagyobb problémák nélkül. De csak azt tudom mondani, hogy még nem értem el a nehéz részhez. Ahová nem tudom, hogy hány ginzenk fog kelleni. Na jó, most megérné azért bekapcsolni egy kicsit a koponyatalizmát. Pár életnek örülnék. Na és igen, amikor először játszottam ezzel a játékkal, akkor nem tudtam, hogy így lehet egyenesen is úszni. És akkor itt ilyen Flappy Bird-ösködnöm kellett ezeken a részeken keresztül. És hát néhány ponton ez lehetetlen, ahogy látjátok. Vagy legalábbis ilyen pixel pontosan kell ugrani. Ha megnézitek, ez a pálya tényleg ilyen Flappy Bird-ös, szóval tényleg azt hihetné ma már az ember, hogy az a cél. De nem. Rendesek voltak a fejlesztők és adtak egy egyenes úszás lehetőséget is. Átváltottam a talizmán, de mégse kapok nagyon életeket. Jó, szedjük ki ott. Elég nagy a hitboxuk. Ez egy jó módszer egyébként, hogy fel vagy lecsaljátok őket. Rossz ötlet melléjük úszni azonnal, és hát akkor valószínűleg sebződnétek. Ez Chigusz, amióta nem láttátok őt. Öregnek érzitek már magatokat? Eléggé érdekes egy boss ez. Már látjátok is a támadásait. Igazából csak a vízáramlatokat tudja változtatni. Élesztenem kell szerintem egyet már rögtön. És átveszem a kész talizmánt, mert a másik kettő az most semmit sem ér. Szóval változtatja a vízáramlatokat. És közben ilyen nem tudom, mik ezek, spórák, vagy valamilyen gáz. Lövöldöz itt ránk. És hát eléggé nehézkes az irányítás most a vízáramlatok miatt. Amikor visszahúzódik, akkor nem igazán tudom, hogy mit kéne csinálni, vagy hogy annak a van-e értelme. Mert sebezni nem tudjuk. Ő sem csinál semmiféle támadást. Azt hogy kerültem volna ki? Jól van, még egy élesztőt elhasználok. Ahogy láthatjátok, nem vagyok profi ebben a boss harcban.
Nagyon furcsa nekem. De a kész talizmán azért segített. Gyorsabban szedtem le az életét, mint máskor. Jól kinéző boss egyébként. A csigaháza nagyon részletesen meg van csinálva, és ez is egy életnövelő. Szóval ezen a pályán, hogyha jól számolom, összesen 4 ilyen, nem tudom, mit kaptunk, ami egyen növeli a maximális életünk számát. Szóval, hogyha azzal van problémátok, akkor ez egy nagyon jó pálya számotokra. Jó, így a statisztikáimat nem tudom megnézni. De pergamenből és üvegcséből is már max. 1 vagy 2 hiányzik. Életből csak 2. Jöhet a 6. pálya? Azt hiszem, hogy ott még nem voltam. Szerintem már minden más megvan. Aha. A hegyek tetején ez valami havas, jeges pályának tűnik. De azt már meghagyom a következő videóra, mert ez elég hosszú volt már így is. Addig is. Sziasztok!